Tulajdonképpen a iskolai évnek az utolsó rendezvénye ez, és ez az akció rendet, tényleg el fogja dönteni azt, hogy ti saját magatok is, gyerekek, valamint az edzőitek is leszűrjék azt, hogy az egy év alatt mit fejlődtetek. Nem csak a tanulmányi eredményeitek, gondolom, hogy ott is nagyon nagy eredményeket értetek el, de a labdarúgásban úgy szintén. Higgyétek el nekem, hogy ez a világ legszebb játéka, és nem véletlen az érdeklődés sem, hiszen több mint 2,5 milliárdan nézték végig a világbajnoki közvetítést, és mi nagyon szeretnénk itt edzők, vezetők, hogyha közületek is csak egy, legalább egy játékos oda kerülne, hogy majd idővel a nagy válogatottban szerepelhessen, és egy ilyen rangos rendezvényen ott tudjon lenni. Nagyon nehéz oda eljutni, hiszen a UEFA-nak a szakvezetői kiszámolták, illetve statisztikailag igazolták, hogy minden 35 ezer gyerekből lesz egy világklasszis. Tehát akiből nem lesz világklasszis, az biztos, hogyha a futballt választja, akkor egészségesen fog felnőni, szabálykövető magatartást fog betartani. A rendőrséggel nem lesz dolga, az egészségével úgy szintén. És arra kérlek benneteket, gyerekek, hogy ha valami nem sikerül úgy, ahogy szeretnétek, akkor ne törjetek le. Hiszen itt percenként van olyan, hogy kudarc élmény, de utána jön a következő perc, amikor egy jó átadással már a sikerélmény is megvan. Kérlek benneteket, hogy az elkövetkezendő időben, egy hónap múlva ugye szabadság jön, nyári időszak, használjátok ki az időt, már akkor nem csak nem a tanulásra, hanem a futballra, és meggyőződésem, hogyha jövőre ilyenkor találkozunk, záró ünnepségen, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal jobban fog az a labda is engedelmeskedni. Kívánom a mai nap mindannyiótoknak ragyogó időben jó eredményeket érjetek el, ne legyen kudarc élményetek, és sérülésmentesen csináljátok végig ezt a mai rendezvényt. Köszönöm a figyelmeteket! Az elmúlt évek hagyománya jön szíven, idén is intézményi bozsi program itt a városi sportpályánkon. Hát azt kell, hogy mondjam, megint csak gyerek sereg lepte el a mi kis sportpályánkat, és hát nagyon-nagyon sokan vagytok. Sokan vagyunk, igen, de a hagyományokhoz csak annyit, hogy azért 3-4 évig a Covid betett nekünk, és talán ez az első olyan rendezvény, ami neked is feltűnik, hogy nagyon sokan vagyunk. Az egyesületi labdarúgásba és az intézményi labdarúgásba is azt látjuk kollégáimmal együtt, hogy talán most tér vissza a régi létszám, a Covid előtti létszám, és ez nagyon-nagyon jó dolog, rendkívül büszkék vagyunk, hogy ennyi gyerek tisztelte meg a rendezvényünket, és sőt, prominens személyiségek is megtisztelték a mai rendezvényünket. Hát igen, azt láthattuk az előzőekben, viszont akkor így hányan vagytok? Hát így ma több mint 500 gyerek van a pályán. És nem csak berényben. Még nem mentem végig, mert annyi időm nem volt, itt is egy picit késéssel kezdődött a program, mert én vezetném a programot, de most interjút adok, hogy nem mentem még körbe, de hogyha a felvételeken majd remélem jól látszik, hogy három helyszínen van helyszínen zajlanak az események, a műfőes pályán vannak az óvodások, a center pályán vannak az első másodikosok, illetve ezt követően a harmadik negyedikesek, és a hátsó pályán a 7.-8. fiúk, lányok, akik szintén nagy számban érkeztek, és örvendetes dolog, hogy egyre több lány kedveli meg a labdarúgást. Yeah!
És hát nem csak Mezőberényből vannak itt, hanem? Nem csak Mezőberényből, összesen 24 intézmény, és azért kértem egy tapsot, mert mindenki megérdemel egy tapsot, a megnyitón kértem egy tapsot, akár gyerekeknek, pedagógusoknak, testnevelőknek, intézményvezetőknek, pedagógiai asszisztenseknek, akik segítettek ebben a programban. Nagyon nagy dolognak tartom. Ezáltal Mezőberény körzete az ország egyik legnagyobb körzete, 24 intézménnyel, 64 korcsoporttal, és 778 gyereket neveztek ebben a programban. Én azt gondolom, hogy Mezőberény körzete büszkélkedhet ezekkel az adatokkal. Mint ahogy az eddigi években is, amikor még normálisan mehetett egyébként ez a program. Egyéb iránt, ugye a kisovisok azok játszanak értelemszerűen, fociznak egymással, mint a Grundon annak idején mi. Az alsósoknál viszont már azt látom, hogy ott azért már vannak olyan, hát ilyen taktikai vagy edzésbeli feladat? Igen. Az ovisoknál fontos feladat egyébként az egész programnak a lényegét mondom, hogy megszerettetni a labdarúgást. Ez a program, az intézményi program a bázisa a magyar labdarúgásnak. Innen erről a bázisról irányítjuk át a gyerekeket egyesületekhez. Mi a Berényi Gyermek FC-be is igazolunk ebből a programból gyerekeket, akik aztán igenis megállják a helyüket. Ha még szorgalmasak, az még jobb, de ebből a programból igazoljuk a gyerekeket, és arra törekszünk, hogy a labdarúgást megszeressék. Nos, ha ez megvan, akkor jöhetnek a gyakorlatok. Itt ovisoknál még csak játék van, önfelett játék, az eredményeket nem regisztráljuk, a táblázat nem számít, tabellát nem készítünk, és viszont kiemeljük a legjobb teljesítmény nyújtó gyerekeket. Ezt minden edző maga tudja, hogy kik vettek részt a foglalkozásokon egész év során, kik teljesítettek a legjobban. Sajnos szomorúan jelentem be, hogy az érmek, díjak nem érkeztek meg. Általában május elején már itt vannak, most idén nem érkeztek meg, de ígéretet tett a Magyar Labdarúgó Szövetség, utólag mindenkinek kiosztásra kerül a díj. Az üdít, az ásványvíz, a nápoly szelet, a műzli szelet megérkezett, azt viszont oda tudjuk adni majd a gyerekeknek. Jó, és akkor a legnagyobbak, azok meg megint csak játszanak, nem? Igen. A legnagyobbak megint csak játszanak. Ez nagyon érdekes, hogy az eleje és a vége, tehát a legkisebbek és legnagyobbak játszanak. Pontosan azért, mert a legnagyobb lemorzsolódás ezekben a korosztályokban van. És ott egyelőre az a célunk, hogy továbbra is szeressék a labdarúgást, és gyakorolják, főleg, hogy gyakorolják, játék formájában. A nagyoknál nem jöhetnek igazolt sportolók, tehát a nagyoknál csak kimondottan olyanok vehetnek részt a programban, akik nincsenek leigazolva, illetve olyanok, akiket regisztráltunk a programba, de menet közben, nálunk is van olyan gyerek, leigazoltuk egyesülethez. Tehát ő részt vehet a programba. Nem tudom, mennyire érthetően mondtam el, tehát igazolt játékosok, nagy klubokban játszó játékosok, tehát nem nekik szól ez a program. Ez egy tömegsport rendezvény, és ha már tömegsportról beszélünk, a Mezőberényi Általános Iskola alapfokú művészeti iskola és kollégium benevezett az aktív iskola programba. Ez egy nagyon fontos program, ahova tulajdonképpen felkérték iskolánkat, hogy részt vegyen. Ez a testnevelés munkaközösségnek egy elismerés szerintem. És ebben a programban is ezeket a tömegrendezvényeket adminisztrálni lehet. Egy lényeges szempont, hogy önkénteseket foglalkoztatunk. Tehát ez azt jelenti, hogy az iskolánkból 7-8 diák most is segít a rendezvény lebonyolításában. Na, hát ez örvendetes hír, mint ahogy az is, hogy akkor az egész délelőtt a játékról, a mókáról, a kacagásról szól, némi fájdalom, hogy hát sajnos a dolgok nem érkeztek meg, a jutalmak, na de hát majd aznak is eljön az ideje. Az a lényeg, hogy jól érzik itt, egyébként anélkül is jól érzik itt magukat a gyerekek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát akkor sok sikert! Mi köszönjük, hogy eljöttél! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Szia! Mi? Mi? Szia! Sziasztok! Szervusz, Szabolcs bácsi!